9. intézkedésént javasoljuk, hogy adjuk vissza az embereknek a szabad gyümölcspárlat készítéshez való jogot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Képviselőtársaimat, kövessük figyelemmel a miniszterelnöki expozét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném önöket tájékoztatni arra, hogy ezzel egy 90 éves küzdelmet zárunk le. A vidéki magyar emberek, akik dolgoznak, gyümölcsfákat ültetnek, azt gondozzák, nevelik, termését összegyűjtik, 90 év óta hadakoznak a mindenkori magyar állammal, hogy a szabadságukat, amely a szomszédos államok hasonló társait megilleti, azt maguk számára megszerezhessék. Lehet nevetni ezen, de én inkább azt mondanám, hogy ez a szabadságharc 90 év után a felkelők teljes győzelmével zárul. Jó napot kívánok! Az Európai Unió szeszipari ellenőre és Pálinka kommandó magyarországi megbízott ellenőre vagyok. Szívből gratulálok! Tisztelt Uram! Néhány kérdésre kellene válaszolnia. Nekem tudok mindent, ismerem a törvényt. Törvénytisztelő ember vagyok. Naponta csak 50 litert lehet főzni. Így van? Így van. De nagy a család óránként főzök 50. Jó. Tessék, van-e önnek termő baracskia, szilvája, egyáltalán milyen van? Kutyabőrös címmel, rajta a két kukta, amiben főzök. Csak nem azt akarja mondani, hogy egyáltalán nincs semmilyen termő. Churchillnek se volt, mégis hívott, be tudott rúgni. Hát a hülye is tud almából körtéből, még maga is tudna csinálni. Jó, akkor maga miből kotyvasztja a pálinkáját? Hát ami adott. De mondjuk ugye azt mondja, hogy moslékból, akkor vegyvédelmi köpenyből, de a legjobbat kalgombot csinálom. Kalgombol? Kalgó, az a hát legjobb. Az vízkőoldó. Az a jó, kioldja a gyomorosabból a betegséget. Nóta is van róla, kalgombol a pálinkázó tovább él. Mondja bátyám, tessék, parancsol. Maga megmeri inni a pálinkáját? Szopogatom, mi maci a mézet. De csak azt viszem piacra, amit én életben maradtam. Tessék mondani, mi most a menő? A fehér körte vagy a vörös áfogya? A kéket viszik, kéket? A kéket. Gálicos, mézes kék. Az miből készül? Részgálicból. Megdarálom idén a részgálicot, földcukrozom, kiforja magát, szefrésedik, és az nagyon-nagyon jó lesz. Az a nagyapám ezt itt a halotti tora után. Tudja, milyen ez? Ilyen testes pálinka. Testes pálinka. Mitől testes? Úgy, hogy giliszta testek húzgálnak benne. Egértestek, meg ilyen malac darabok, meg hogy a csótányok is vannak. Hagyja abba, mert felfordul a gyomor. Azt ne oda tessék, van egy külön edény. Ide tessék rókázni, kiforja magát, ebből lesz a rókás rézeleje. Nagyon magának szeretik az ember. Mi a kedvenc pálinkája? Nekem a csernobili robbantos, nagyon szeretem. Az olyan sugárzó, a jó, aktív leszek, rádióaktív teljes mértékben. Nagyszerű, épp ezt keverem, mint ittam be. Uram, én ezt merem ajánlani. Nem, köszönöm, mindek, nem muszáj nem. Eddig még mindenki, egyet uram, vegyen. De köszönöm, nem. Uram, ezt megkóstolja, egy éjszaka, háromszor lesz férfi, és négyszer nő. Nyugodtan, nyugodtan. Ottam az alján, nyugodt, szivornyáz, van egészsége, látom magát szoknyába, de szépen. Na milyen, uram?
Ez a nyádi vicc. Ez jó! Aztán... Ez nagyon jó! Csak kicsit sok benne a petróleum. Ebben csak az van, testvér. Na most tegnap itt volt egy masszív gyerek vagy. Magyar gyerek vagy, látszik rajta. Tegnap itt volt egy nyugati kiküldött. Ivott belőle egy kortyot, tehát nem itt hagyta a fogát. Nem akar esetleg. Nem. Mondja be, te milyen pálinkát forgalmaz még? Hát kérlek szépen, van még a kerítés szagató Szilván Orbán ajánlásra. Igen, nagyon jó. És az miből készül? Kérlek szépen, a sósavat vegyitek ecetsavval, de megbolondítom egy kis hipóval. És ennek mi a neve? Hipó de Szilórium plusz áfa. Jó, hogy fékezett habzású mosóporban nem csinál pálinkát. Hát, hogy ne csinálnék, a lát egy habzószájú részegembert, mind az én homópálinkámat. Na jó, uram, megbüntetem maga, nem lesz a figyelem az EU-s előírásokat. Miért mondja? Zsuppálinka főzésén is megbüntetem, ja. Ráadásul még a zárjegyet sem ismeri. Hogy ne ismerném, a sógorom be van zárva a Sopron-tőidát. Onnan hozom tőle azt, amit saját maga érlelben minden hónapban megyek én. Mit lehet ebben érlelni? Tübli pálinkát, nagyon. De van egy új, a legújabb meg, ez a boldogság. Kisunokám maga csinálta reggel, behozta azt, hogy a nagypapa, itt a fütyülős baras. Nem szégyeli magát? Mi? Maga minden szemétből pálinkát csinál? Milyen magyar ember vagy te? Hát a Gorbacsovról meg a Putyinról vodkát lehet elnevezni, a Viktorról meg semmi. Ez lesz a Viktor pálinka a legerősebb. 51 fokos? Annál is brutálisabb, kétharmados az anyának.